Nem túlzás azt állítani, hogy egymást érik a Rákóczi Szövetség táborai Sátoraljóújhelyen. Június végén vették kezdetüket a civil szervezet nagy táborai, melyek összesen 31 országból 12 ezer magyar fiatalt fogadnak. Több mint 200 turnusban. Ezeknek több mint a fele Sátoraljóújhelyen valósul meg. A fiatalok számára sportfoglalkozások, előadások, bemutatók, kézműves foglalkozások és kirándulások színesítik az egyhetes táborokat. De mindegyik tábort meglátogatja egy miniszter vagy államtitkár is. Az összmagyar anyanyelvi táborban Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár köszöntötte a fiatalokat. Őszintén szóval én nagyon sokat olvastam, hallottam a Rákóczi Szövetség új táboráról, és Csáky Csongor elnök úrral találkoztam, és kértem, hogy engedje már meg, hogy megnézzem ezt a tábort. És mondta, ha már itt vagyok, akkor itt van 500 fiatal, köszöntsem őket. Mint nagyon szívesen, nagy örömmel vállaltam, és egy gondolatot hoztam nekik, a Kincs, ami nincs című klasszikusból, azt, hogy aki kincset talál, az barátot talál, aki barátot talál, az kincset talál, és azt kértem és azt kívántam nekik, hogy itt találjanak barátságokat, barátokat, baráti közösségeket, amik után aztán a nemzetet is tudják építeni. Nagyon fiatalok még az itt lévő fiatalok, de én azt gondolom, hogy egy nemzeti alapon történő építkezés van a világ minden szegletéből, a szélrózsa minden irányából. A térség országgyűlési képviselője szerint az ilyen táboroknak nemzetmegtartó ereje van a világmagyarság számára. Ezeknek a táboroknak nagyon nagy jelentősége van, nem csak a magyarországi, a Kárpát-medencei, hanem a világ összmagyarság jövője szempontjából. Hiszen másod-harmad generációs gyerekek vannak itt Amerikából, Kanadából, a világ minden tájáról, és természetesen a Kárpát-medencéből is. Nagyon fontos, hogy megismerjék egymást, hogy lássák azt, hogy a magyarságnak milyen ereje van, hogy Kamcsatkától kezdve egészen Dél-Amerikáig mindenütt található magyar. És a magyarság megmaradásának a záloga az, hogy az összetartást érezzék, hogy jó magyarnak lenni, hogy érdemes a magyar nyelvet tanulni. Ezek a táborok megerősítik ezeket a gyerekeket, barátságok szövődnek, talán örökre megmarad az emlékezetükbe, hogy itt Sátoraljóújhelyben, Zemplénben van egy találkozási lehetőség, egy találkozási pont, ami összeköti, összefűzi őket. A táboroknak otthont adó Sátoraljóújhely város polgármestere büszke, hogy városában valósulnak meg ezek a táborok. Egymás után jönnek a jobbnál jobb táborok. Most magyar nyelvi tábor van, ráadásul a világot értjük bele, hiszen Ausztráliától a Hawaii-ról is vannak diákok, Egyesült Államokból, persze Európa, Nyugat-Európa, Németország, Franciaország, és Erdély felvidék Kárpátalja szintén képviselteti magát, és az látható, hogy a hangulat kiváló, és olyan élményekben van és lesz részük még a további napokban, ami lehetőleg egy életre emlék marad, és egy kicsit meghatározó is erre az életre, ami előttük áll, hogy fontos, hogy hova tartozunk, és fontos, hogy összetartozzunk. Az ilyen táborok során szövődött barátságok sokszor egy életen át is tudnak tartani a technológia által megkönnyített világban, mely kapcsolatok a jövőben is hasznosak a fiataloknak.